Jó napot kívánok, szervusztok! Ha jól sejtem, a kampány előtt ez az utolsó élőbe jelentkezésünk. Hát valóban, az urnák zárásáig már 3 nap sincsen hátra, itt csütörtök délután, hogyha jól mondom. Ugye péntekünk van, szombatunk, ja nem, hát mert picivel több, mint 3 napunk van. Korábban mindig egy-egy nagy kérdéskört jártunk körül. Volt nyugdíj, volt határon túli magyarok és más kérdések. Ma tekintettel arra, hogy ez az utolsó napunk, bármilyen kérdést szívesen elfogadunk, nagyjából fél órán keresztül leszünk egymással, most 15 óra 20 van. Hát kezdjünk egy szívmelengető megjegyzéssel. Nagy Tibor azt írja, hogy Ferikém, hát Tibikém, akkor beszélgessünk így egymással. Én úgy érzem, higgy nekem, 8-án éjjel óriási győzelmi bulit fogunk csapni, hajrá! Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a proféta beszéljen belőle, Tiborkám. Persze azt hiszem, hogy jobban tesszük a dolgunkat, hogyha inkább magunkban, a magunk munkájában, meg bennetek hiszünk. Nagyon sokszor elmondtam az elmúlt időszakban, bármilyen sokat dolgozunk mi, a mi tagjaink, aktivistáink, azért az a kulcskérdés, hogy a ti segítségetekkel otthon kialakul-e az a hangulat, hogy el kell menni szavazni, és a 3-as számú listára kell szavazni, tudjátok, a DK listájára, és a demokratikus ellenzék egyik jelöltjére, az általában vagy a DK jelöltje, vagy az MSZP jelöltje. Alincsik Dániel nagyon hossz érveléssel lényegében azt a kérdést akarja körüljárni velünk, jól ismerjük ezt a dilemmát, hogy persze, hogy a DK-ra szavaznak listán, na de hát mit tegyünk, hogyha a legközkedveltebb jelölt egy jobbikos, aki egyáltalán nem szélsőséges, kire szavazzunk, mit javasol, a választások után együttműködés szándékát én megerősítettem valóban a mai sajtótájékoztatón, de sok helyen van ez a dilemma, hogy ki is győzheti le a Fideszt, mert tudom, hogy van egy sor olyan szavazó, aki számára ez a legfontosabb. Hát Dániel, ismét a mi álláspontunkat. Nekünk az a megrögzött álláspontunk, hogy bizonyos erkölcsi és politikai határokat nem szabad átlépni. Márpedig a Jobbik túlságosan sokszor lépte ezt át. Ezért mi továbbra is mindenkit arra biztatunk, hogy a legesélyesebb demokratikus ellenzéki jelöltre szavazzon, mert ez így van rendjén. Ezt akkor is mondjuk, hogyha hozzá szoktam tenni, hogy érzékelve a hangulatot, én is ma már biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan dacára annak, hogy mi mit tanácsolunk, másként fognak szavazni, olyan pokoli nagy a leváltó hangulat, annyira torkig vannak az emberek a Fidesszel, hogy valóban lassan bárkire hajlandóak szavazni, akiben meglátják az esélyt, hogy a Fideszre szavazzon. Ezzel együtt tőlem ebben a kampányban nem fogtok mást hallani, mint a DK 3-as számú listája és a legesélyesebb demokratikus ellenzéki jelölt. Norbert kérdezi, Gyakorác, a kollégáim írása nem a legszebb, szereted-e a jó magyar szalonnát? Hát Norbika. Sajnos az a baj, hogy igen. Nagyjából bevett szokás, hogyha leérünk Köcsére, amikor van időnk, ugye ez péntek késő délután szokott csak megtörténni, és ott akkor már nincsen időm általában rendesen főzni, hát akkor bizony, egy kis kolbász, egy kis szalonna, egy kis paprika, egy kis friss kenyér. Hát nem állítom, hogy ez egy ilyen vegetáriánus menü. Nagyon-nagyon szeretem a kolozsvári szalonnát, hogyha mondhatom. Köcsén lehet kapni sült császár szalonnát, azt is imádom, úgyhogy nem vetem én meg ezeket egyáltalán. És ha például a kokáért mondjuk olyat főzök, lásd pörköltet, töltött káposztát, akkor például a kokáért a hagymát, az elején tudjátok, mert azt úgy kell csinálni, azt sült szalonna
zsírjában dinsztelen, párolom. Úgyhogy már megbeszéltük, hogy szeretem a lángost. Nagyon-nagyon szerettem korábban a palacsintát, most már nem igen eszem édességet, és imádom a szalonnát. Azt mondja, hogy Balázs Ibolya kérdezi, hogy mit lehet tenni a csalások ellen. Ibolya, visszamenőleg is viszonylag egyszerű a helyzet, meg előre menőleg is. Visszamenőleg nyilván el kell távolítani Polt Pétert, be kell lépni az Európai Ügyészségbe, ki kell vizsgálni az összes korrupciógyanús ügyet, meg kell teremteni a független igazságszolgáltatást. Munkás dolog lesz, de őszintén szóval nem hagyhatjuk válasz nélkül, amit ezek megtettek. Előrefelé nézve sem bonyolult ám az ügy. Tegnap este egy fórumon azt mondtam, hogy pokoli egyszerű az ügy, emberileg is, meg politikailag is. Nem kell lopni, sem kicsiben, sem nagyban. De hát, hogy ne bízzuk ezt csak mindenkinek jó belátására, van egy-két pokoli egyszerű szabály. Mondok egy-két példát. Lényegében valamennyi az állam és az önkormányzatok által kötött szerződést nyilvánosságra kell hozni. Hát mi van abban titok, kérem szépen? Nem lehet elfogadni, hogy üzleti titokra hivatkozzanak. Én itt csak egyetlen egy kivételt látok ebben, hogyha valami bizonyítottan nemzetbiztonsági érdekeket sért, de ebben azért nagyon kevés van, azt tudom nektek mondani. A közbeszerzés egész intézményrendszerét át kell alakítani. Nem lehet csak kormányember a közbeszerzési döntőbizottságokban, tele kell tenni függetlenekkel, civilekkel, akik nem fogják engedni, hogy az állam környékén ott lévő emberek, azok lopjanak. Újra meg kell tiltani, hogy a kormány tagjai, vezető politikusok, családtagjaik bármilyen pályázaton elinduljanak, amiben állami vagy önkormányzati pénz van. Mi alattunk ez így volt, hozzáteszem, és ezt tartottam normálisnak, ezt eltörölte a Fidesz. Újra be kell vezetni a vagyonosodási vizsgálatot, és a parlament kérje fel határozatban az adóhivatalt, hogy első körben a leginkább veszélyeztetettek vagy érintettek az állami vezetők és a politikai vezetőknek kell megnézni a vagyonát, életmódját, és mindaz, hogy ez kijön abból, nem lehet annyival elintézni a dolgot, hogy a család kisegített, családi kölcsönből, baráti kölcsönből kaptam, akkor meg kell mondani, hogy kitől kaptad, akkor annál is vagyonosodási vizsgatot kell végezni, szóval végére kell járni ennek az ügynek. Manci kérdezi, ha nyersz, akkor is kapunk Erzsébet utalványt. Manci drága, ha nem Erzsébet utalványt kell adni, hanem rendes nyugdíjat. 70 ezer nyugdíj van havi 50 ezer forint alatt. Hát ez borzasztó. Borzasztó. A nyugdíjasok közel fele 100 ezer forintnál kevesebbet kap. Itt kell csinálni rendes nyugdíjkorrekciós programot. Nem lett alamizsna az Erzsébet utalvány, mert most az, őszintén szólva, kicsikét elcsavarni a nyugdíjasok felét. Aztán van még egy pár dolog, például a kokáért, hogy még egyet említsek. A nyugdíjakat évente nem az általános pénzromlás ütemével kell korrigálni, hanem a nyugdíjasok fogyasztásából, tudjátok, élelmiszert vesznek, gyógyszert vesznek, rezsiszámlát fizetnek. Ez a három tipikus költési kör. Ennek az inflációját kell alapul venni, és persze nagyon nem bánnám, hogyha maximálnánk valahol a nyugdíjakat, mert pokoli irritáló, hogy 40-50 ezer forintos nyugdíjak mellett vannak félmilliós nyugdíjak is. Lérai Dani kérdezi, hogy mit tennél azért, hogy a fiatalok az országban maradjanak. Dani, sok minden feladat van itt, de azzal kell, hogy kezdjem, hogy persze ez nem megy gyorsan. Ha belegebedünk, akkor sem megy gyorsan. Már csak azért sem, mert hogy a kiváltó okok sem egyszerűek. Nem kétséges, hogyha Magyarországon lehet keresni 150 ezer forintot, és ugyanezért a munkáért Bécsben, Neustadtban, Salzburgban 600-at, akkor menni fognak az emberek. Tehát ilyen bérekért nem fognak menni, muszáj felfelé tolni állami eszközökkel is a béreket. Kettő. Az oktatás 1000 átalakításával el kell érni, hogy hát ne összeszerelő üzem legyünk Magyarországon, hanem olyan munkák sokasága legyen, ahol természetesen lehet keresni 800 ezer és 1 millió forintot.
De van még valami, a hangulat ennek az országnak. Nem egy és nem kettő embert ismerek, aki azt mondja, hogy már nem is a bér izgat, még azzal is megbékélnék talán. De az a hangulat, ami van ebben az országban, azon nem lehet együtt élni, és nem ilyen hangulatban akarom a gyerekeimet tudni. Nem bánnám, ha a gyerekeim megtanulnának németül vagy angolul. Hát akkor